Nem könnyű begyógyítani a sebeket és együttműködni a múltbeli ellenséggel, hogy közösen építsük a jövőt, de ez az egyetlen út, mondta Ferenc pápa a srílankai híveknek február 9-én. A Szent Atya megemlékezett a 40 éve felszentelt miasszonyunk egyhelyről, amelyet a szűzanya tiszteletére építettek, amiért megvédte a szigetlakókat az idegenek inváziójától. Ferenc pápa kijelentette, fohászkodik az Úrhoz, hogy az Indiai óceán gyöngyének is nevezett szigeten legyen béke, kiengesztelődés, egy jobb jövő. Az Olaszországban élő srílankai hívek zarándoklatot tartanak Rómában, hogy lerólják tiszteletüket Szűz Mária előtt abból az alkalomból, hogy 75 évvel ezelőtt ajánlották a srílankai helyi egyházat Szűz Mária oltalmába.